A Vipava folyó völgyétől északra van egy kis táj, amely rabul ejti az utazót. Egyik lábunk a Mediterráneumban, a másik az Alpesekben. Szlovénia nyugati szeglete ez, közvetlenül a mai olasz határvidéken. Ezt a tájat szeli át a folyó, amelynek neve minden magyar fülében ismerősen cseng. Az Isonzó. A régi Görc, a mai Novagorica peremén áll egy híd, az osztrák-magyar monarchia mérnöki csodája. Nyolcvan méteres fesztávú ívével a világ legnagyobb kőboltozatú vasúti hídja. A Szolkáni híd lábánál eldugott temető található. Dédapáink sírkertje. A köveken sok a magyar név. Egy-egy nemzeti színű szalag, kis zacskó szülőföld mutatja, hogy nem mindenki feledkezett meg a hősi halottairól. A kövek között bolyongva kis fémtáblára leszünk figyelmesek. A szél téphette le. Így lesz az ismertből ismeretlen katona. Száz éve ezen a tájon húzódott egyik legvéresebb frontvonalunk. 1915 májusában, amikor Olaszország belép a háborúba, gyakorlatilag egyetlen egy fő célja van, megszerezze Triestet, az Isztriát, illetve a mai Szlovénia területén keresztül Lajbach irányába eljusson az osztrák-magyar monarchia belső területei felé, aztán természetesen úgy tervezték, hogy meg sem állnak Grácig, illetve Klagenfurtig. Szedett-vedett a szerb, illetve orosz frontról átcsoportosítható, sokszor nem feltétlenül első vonalbeli hadosztályokból alakítanak ki egy hadsereget, aki gyakorlatilag az Isonzó folyó mentén védekezik, akkor még nem sejtették, hogy 2,5 éven keresztül. A Görci híd fővédelmének egyik kulcspontja volt a Monte Sabotino. Alattunk az Isonzó türkiszkékje. Odafönn találkozunk a Jugoszlávia elleni 1991-es háború veteránjával, Bogdán Potokárral, aki a hegyen kialakított szabadtéri múzeum gazdája. A kis gyűjteményben körbevezetve Bogdán elmagyarázza, hogyan működött a pusztítós raptelgránát. These parts like this. Aha. And it is very sharp. Yeah. And these parts kill the people. No? Yeah. Majd súlyos repesztarabokat mutat. 75 kilo. Oh. Aztán elindulunk a Sabotino régi hadiösvényén, hogy alászálljunk a hegy mélyébe. First levels, the smallest caverns. When we go down, the biggest. Uh-huh.
100 éve katonáink idelent kerestek védelmet az olasz pergőtűz elől. Majd amikor a hegy elesett, az olaszok a mi ágyúink elől. Az Isonzó mentén az osztrák-magyar védelemnek a legfontosabb pontja, ez Görc és az ezt körülvevő magaslatok gyakorlatilag. 1916. augusztusáig, tehát a 6. Isonzói csatáig, amikor sikerül az olaszoknak elfoglalniuk Görcöt, illetve a környező osztrák-magyar állásokat, ez a támadásoknak a fő célpontja. Összesen az olaszok több mint 600 ezer embert veszítenek, értve ez alatt halottat, sebesültet, illetve hadifogságba esett katonát, osztrák-magyar részről pedig több mint 400 ezer. És mindez gyakorlatilag egy körülbelül 350 négyzetkilométeres területnek a megszerzését. Tehát, hogyha ezt párhuzamba állítjuk, az abszolút nincs arányban. A háborúba lépő olasz hadsereg, tehát a színe virága az első néhány csaták alkalmával elesik. E veszteségek egyik emlékműve a határ túloldalán Oszláviában található csontkamra. 1918 után ez a terület meg annyi más monarchia töredékkel átkerült Olaszországhoz. Sok százezer katona életével kellett fizetni érte. Ezt az impériumváltást sínylette meg a magyar kőhuszár is Vipava szomszédságában. Oszláviát zsákmányolt magyar ágyuk vigyázzák. De hogyan emlékeznek az olaszok az isonzói véráldozatra? Az isonzói csatában 1914 és 18 között több százezer magyar, német, szlovák, szlovén, olasz katona esett el. Az olaszok ezeknek az emlékeit azóta is tisztelik és becsülik. Nem véletlenül van ott Redipulja, Folgiano, ahol a mi halottaink vannak. Mint tiszteletbeli főkonzul, minden évben ezeknek 1990-től megpróbáljuk megemlékezni olasz barátainkkal, akik részt vesznek, sőt, elvárják tőlünk, hogy mint ahogy az ő katonáikra emlékezzünk és emlékeznek, a miénkre is emlékezzünk. Kusztorzában van egy osztárium, amivel több tízezer osztrák, magyar, szlovén, a monarchiának a katona és olasz katona van esett el, ki van írva. Én először olaszul mondom el, nem így csinál a vita, fratelli nella morte. Ez azt jelenti, hogy ellenség az életben, de testvérek a halálban. Az olaszoknak az első világháborúban ezeknek a hősi halottaknak a tiszteletadása ezt jelenti. A 45 éves kommunizmus ezeket nem ismerte, és nem akart róluk beszélni. Ezek a katonáink, akik életüket adták, akár tetszik a kommunistáknak, akár nem, életüket adták egy ideáért, amit a hazát jelent. A Vipava völgyében, a szlovén-olasz határon időnként átcsapnak a történelmi sérelmek, de a hősi halottak testvérisége is. 200 éve Napóleon katonáit állították meg itt a rostáspálok, 100 éve a rohamozó olaszokat, a magyar parasztbakák. 1991-ben a tankokkal támadó szerbeket a szlovénok. E hőstettek és áldozatok emlékezetét őrzi a magyar huszár újraépített szobra a Görci országúton. Magyarok és szlovénok közös katonája. Ez az igazi feltámadás.